Hír3D, a videó hírügynökség. Töltse le ingyenes applikációnkat iOS-re és Androidra. Torz képek élnek bennünk Etiópiáról. Etiópiáról még ma is a nagy felpufadhasú gyerekek és a kopogó éhes szemek élnek bennünk, míg a valóságban egy hihetetlenül szegény, de nagyon dolgos nép. Etióp szőttesnek rengeteg szála van, így Etiópiának is rengeteg arca van. Én azt szeretném, hogy Etiópiának egy-két arcát megmutatni. Most itt azért a madarak, állatok, virágoknak a képei szaladnak, hogy egy kicsit ráhangolódjunk arra, hogy milyen az etióp minden nap, és utána az Etiópiának a történelméről, az ortodox egyházról, hiszen az etiópia életének a központja, és aztán az én utamnak azért azt hiszem a csúcspontját jelentette el Tálé, úgyhogy ott az egyetlen ma is működő vulkáni tónak a működése engem úgy rabul ejtett, hogy azt hiszem, hogy ezt én úgy éreztem, hogy nagyon sokaknak meg kell mutatni. Mindenképpen fontosak az ilyen előadások, amelyek Afrikát közelebb hozzák Magyarországhoz, közelebb hozzák a közönséghez, közelebb hozzák azokhoz, akik Afrika iránt érdeklődnek. Az Afrikai Magyar Egyesület egyik legfőbb célkitűzése szintén az, hogy az egykor sztereotípiaként emlegetett fekete kontinenset valamilyen módon színessé varázsolja a magyar közönségnek, hisz 54 országban rengeteg kultúra él, rengeteg nép, rengeteg nyelven beszél, és azt mele gondolhatnak a nézők is, hogy Marokkót mondjuk Leszotóval, vagy Dél-Afrikát Egyiptommal nagyon nehéz összehasonlítani. Mi mégis azt gondoljuk itt, hogy Afrika az az éhezők hazája, ahol mindenki szenved, amit háborúk terhelnek, de Afrikában azért rengeteg változás van. Etiópia ennek az egyik vezér képviselője, hisz Etiópiában rengeteg dolog változott meg az utolsó időben. Igaz, hogy Etiópia azért arról híresült el Magyarországon, hogy néhány évvel ezelőtt két magyart sajnosat megöltek, de ezzel együtt Etiópia egy nagyon fejlődő, egy nagyon meglepő módon Európára hasonlító ország. Reméljük, hogy ebből az etióp szőttesből itt ma az jön ki, amit mi is szeretnénk, ami Etiópia sajátja, mégpedig az, hogy Etiópia változik, fejlődik, és így van vele az egész kontinens.